Nézd csak! Fönt van a madarunk. Biztos jó lesz az eredmény. Péter. Napot kívánok. Anna. Örülök, hogy mindketten el tudtak jönni a mai alkalomra. Önök által kért speciális DNS teszt eredményére vártunk. Ugye ennek az eredménynek 6 hét kell, míg megérkezik. Ami már lejárt. Igen, ezért vagyunk itt. Mielőtt az eredményt elmondanám, tájékoztatom önöket, hogy 90%-os biztonsággal tudjuk megmondani, hogy az adott tulajdonságra vonatkozóan mik a lehetőségek. Igen, aláírtuk a papírt. És nekünk csak a gyerek biztonsága a fontos. Ha ő biztonságban lesz, mi boldogok leszünk. De felől nincsen kétségem. Doktor úr, sokat kaphatnánk az eredményt? Természetesen. Jó, hát a teszt eredménye az erőszakosságra való hajlam esetén lett pozitív. Sajnos. Ez mit jelent? Ez alatt azt kell érteni, hogy az önök fia élete során nagy valószínűséggel nemi erőszakot, vagy akár gyilkosságot is elkövethet. Nagyon sajnálom. Mi gyerekünk. Végig megyünk ezen. Tájékoztatjuk, hogy az önök számára nyilvánosságra hozott vizsgálati eredmények érvénytelenek, mivel emberi mulasztás következtében a DNS tesztközpont rossz eredményt közölt az önök gyermekére vonatkozólag. Örömmel értesítjük, hogy a Z-error 46-os vizsgálat eredménye negatív. Tisztelettel, dr. Kovács Ibolya.